és amit tetszettek látni a felszállott tapába, második fordulója volt a minap. Tisztelettel köszöntöm Zsurászki Zoltán zsűritagot, jó reggelt kívánok, és Szűcs Gábort, a Játsság Népi Együttes művészeti vezetőjét, akik ott voltak ezen a második fordulón. Én nem tudom, én kisgyerekkoromban emlékszem a Röpűpávára. Hát annak ez egy, mondjuk nyugodtan ki, folytatása. Abszolút egy. És amikor, mindjárt a szó, csak az élményemet hadd beszéljem ki, mert imádom nézni ezt, és szerintem nem én vagyok az egyetlen, mutatja a nézettség. Hát Hongkongtól Kanadáig, Ausztráliától Brazíliáig mindenki nézi, mindenki nézik a programot, tehát nagy öröm számunkra. Akkor, amikor ugye ment a Röpűpáv, vagy Röpűpáv, Röpűi vármegyeházára, szegény raboknak szabadulására, vagy így volt, nem fogom elénekelni, mert senkit nem akarok megbántani ilyen korai órán gyönyörű hangommal, de amikor a Röpűpáv volt, elnéptelenedett a utca. Mindenki ezt nézte. Hát nyilván ott rengeteg tévécsatornában mást is nézek, de most is, hát mondom, a nézettséget nézem, kit a kiválom. Hát éppen is, persze, Gábor a járségétes vezetője, tehát ő tud erről a klassz legényesről, éppen megy a háttérben arról beszélni, de én a nézettségről, az izgalmáról, a zsűrizésről, a jelenéről, tehát ugye barátaink hívnak, telefonok csörögnek, gyerekek készülnek, vidéki együttesek, budapesti együttesek, határon túli együttesek, felvidéki együttesek, erdélyi együttesek nagy-nagy iramban készülnek, vajon tervezgetnek, mivel jöjjenek, mivel érnék. Tehát még azért van 5 selejtező, 2 középdöntés, 1 döntő, tehát december közepéig, karácsonyig, ez remélem izgalomban tartja majd az országot. Hadd kérdezzem már meg öntől, hogy mint a Játsság Népi Együttes művészeti vezetője, nekem nagyon kedves kollégám, Hell István rendező úr, aki hasonló ügyben tevékenykedett annak idén, meg szerintem még most is, és egyszer megkérdezem tőle, hogy nekem minden egyformának tűnik minden tánc, de mégis szép, azt mondja, vak vagy, Barnuska, mert minden egyes lépésnek más a menete. Egészen így kezdtem nézni, és valóban. Igen, hát nagyon sok tánctípust megkülönböztetünk. Én azt gondolom, hogy most a Jászegyetes Kalotaszigi táncot vidd, de hozhatott volna egy mezőségét, vagy akár somogyi táncokat, délaföldit. Mindenek más a stílus jegyei, és ugye ezeket adatközlő szinten szeretni az együttes is, és a Magyar Néptánc Mozgalomban működő együttesek is fölvállalni és reprezentálni a dolgokat. Nagyon sok színes gazdag tánca van a magyar tánc kultúrának, azt hiszem, Európa gyöngyszeme, nyugodtan lehet mondani, és ez is fontos. Ez is fontos, ez a televíziós vetélkedő, hogy most ez újra létrejött, hiszen ez egy hiánycikk volt ebben a mozgalomban. És ez nagyon fontos, hogy ez így megjelent, itt van, helyén van, és tényleg, ahogy előbb a Zsura is mondta, hogy rengeteg helyen, rengeteg helyről érdeklődnek, nézik ezt a műsort. És hát úgy, ahogy annak idején, a Jászegy Népitest 77-ben, aki mit tudom, indult, én még 10 éves koromban ott ültem a tévé előtt, és utána kezdtem el táncolni. Én nagyon remélem, hogy most ennek hatására nagyon sok fiatal elkezd majd táncolni, és hála az égnek a művészeti iskolák léteznek Magyarországon, amely azt az alapot megadja, hogy később nagyon jó együttesek jöjjenek ki a mozgalomban. De volt egy kis izgalom, mert a Gáborék Vigaszágon jutottak be, holott az egyik legjobb együttes Magyarországon, de olyan hatásos volt a komói pöndői együttes, hogy azzal a rezes bandával, azzal a szokással, amit a lakodalmi szokásban csináltak, hogy igazából remegett a léc, de olyan erőteljes lett aztán ez a legényes, a kalotaszegi produkció szép zárlattal, nagyon szép lírai elbontásával a koreográfiának, hogy a zsűri mégis amellett döntött, hogy a Jászság, kell nekünk a Jászság, jöjjön a Jászság együttes. Azt mondja, hogy Vigaszága jutottak be. Nem mindegy, milyen ágon benn vannak. Hát azt szokták mondani, hogy inkább az állapotom legyen ideális, mint az ideálom állapotos. Nem, teljesen minden. A lényeg az, hogy ott van. Igen. Hát persze, hogy volt egy feszültség bennünk is, mert gondoltuk, hogy ugye itt a Kóstek egy gyümesi barátaink tényleg hát ott élő ősök. Tehát a táncukon ez átsüt. Ez egyértelmű, hogy viszi tovább a zsűrit és viszi tovább a közönséget. De az ő titkor reménykedtünk, hogy az együttes is ott lesz. Az, hogy most ez milyen formában, hogy pontozással, vagy a zsűri viszi tovább, melyiket, hogy ez igazából, ez, én azt gondolom, hogy nem érdekes. Egyrészt hiszem, hogy aki már itt van ezekben a elődöntőkben, ez a 48 produkció, a közel 400 közül, az már valahol egy győztes. Valóban a tudósítás, tehát hogy a végekről, tehát a Kárpátokból, a keleti Kárpátokról, Miskolcról, Felvidékről. Ezt ugye, mit tetszik neked, hogy nem elektronikusan szavaznak, hanem még mindig azt a régi táblát tekergetik. Hát lesz, gondolom, valahol majd a közönség. Olyan, ez aranyos neked. Én várom, hogy a közönség is elmondhassa a véleményét, és az nagyon fontos, hogy mindenki komolyan veszi a produkciát, és tényleg magas színvonalon készülnek a gyerekek. Jaj, ez már második olyan beszélgetés, amivel még el tudnék fél óráig, de most nagyon szépen köszönöm Szűcs Gábornak és Zsurászki Zoltánnak, és itt voltak, sok sikert, és hát a televízió meg majd nyomon követi az eseményeket. Köszönöm szépen, még egyszer, hatalmas élmény volt.